Faültetéshez készülnek elő Bátaszéken a Kossuth utcában. Az önkormányzat most már évek óta folyamatosan energiát fordít arra, hogy a közterületeken fák kerüljenek elültetésre. Évekkel ezelőtt megkezdtük a Budai utcának a fásítását, és ennek a folytatása van most, ahol nem csak a Budai utcát fásítjuk, hanem a Kossuth Lajos utcát is. Ez egy 30 darab fát jelent, a Kossuth utcában 12-t, a Budai utcában pedig 18-at. A Budai utcában díszalma és puszta szilcsemetét helyeznek ki, a Kossuth utcában pedig közönséges nyírt és korai juhart ültetnek el. A 30 darab fát a minisztériumtól térítésmentesen kaptuk meg. Ezeket a fákat a Pátkom 2004 Kft. Fogja elültetni az Országos Erdészeti Egyesület által kiadott technológia szerint. A fákat pályázati úton nyerte el a település, az idén júniusban indult program keretében összesen 24 ezer darab belterületen elültethető fát igényelhettek a 10 ezer fő alatti települések. Az önkormányzat két évvel ezelőtt folyamatosan önerőből, saját forrásból telepítette a fákat, ahogy elmondtam már a Budai utcában. Az idén ugye ez a helyzet állt elő, hogy sikerült pályázaton nyerjük ezt a 30 darabot. Én azt gondolom, hogy a következő években is folytatni fogjuk a fásítási programot, vagy pályázat útján, pályázatból elnyert fákkal, vagy pedig a saját forrás terhére. A statisztikák szerint Magyarországon egy évszázada folyamatosan nő az erdőterületek nagysága, aminek az utóbbi két évben az országfásítási programmal adott új lendületet az agrártárca. Már egyetlen fa elültetése is hozzájárul a teremtett világunk megóvásához és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez. Ezért is hirdettük meg a településfásítási programunkat, amelyhez egyre többen csatlakoznak. A hatalmas érdeklődés miatt a kezdeményezés második ütemében az igényelhető sorfák számát megdupláztuk, és a forrásokat is megkétszereztük, ami így idén eléri az 1 milliárd forintot. Óriási sikernek tartom, hogy a most zárult igénylések során egyetlen hét leforgása alatt gazdára talált az összes 24 ezer darab sorfa. Figyelemre méltó az is, hogy újabb mintegy 900 település jutott a program során fákhoz. Ne feledjük, a fák elültetése és gondozása nem csak a környezetünket teszi élhetőbbé, hanem a helyi közösséget is erősíti. Ültessünk hát minél több fát! A faültetéssel és az erdőtelepítéssel nem csak a szélsőséges időjárás hatásait csökkenthetjük, hanem egy egészségesebb és jobb világot teremthetünk saját magunk és az utánunk következő generációk számára, tette hozzá az agrárminiszter. A program kiemelt célja, hogy 2030-ra az ország területének 27%-át tegyék ki a fával borított területek.